A korábbi problémás burkolatot törik fel a szakemberek itt a Földes Gábor utca egyik szakaszán. Az évtizedek alatt a plac nagy részén felpúposodott a felület, emiatt baleset veszélyes volt erre közlekedni. A polgármester figyelmét korábban egy betelefonáló hívta fel a problémára, ő pedig megoldást ígért, lehetőleg véglegeset. A szakembereket megkértem, hogy vizsgálják meg, hogy lehetne ezt megoldani. Megpróbáltak ezeket a pupokat leradírozni onnan, de igazán nem sikerült, egy felületi zárást tettek rá, aztán az sem volt igazán jó megoldás. Egy kis részét próbáltuk ki, hogy mit lehetne vele kezdeni, de ezzel pénztakarékos megoldást nem tudtak valójában, olyat, ami mindenki számára kedvező lett volna, már ugye mindenki azok az ítélő emberek. Ezért aztán úgy döntöttünk, hogy a ISZK előtt és az oldalán egészen a Tesco-ig feltörjük az egészet, és egy teljes új burkolatot kap, úgyhogy megint megoldottunk egy több évtizedes problémát. Csütörtök reggel indult a munka, ami komplex megoldást jelent majd a régóta húzódó problémára. Közel 200 méter hosszan cserélik ki a járda burkolatát, de most úgy, hogy sokáig szolgálhassa a járókelőket. Kicseréljük teljes aszfaltburkolatot, de ha már egyszer volt az észrevétel ezen a szakaszon, akkor már egy kicsit jobban megnéztük a környéket, befordultunk a Kodály Zoltán utca irányába is, és a buszmegállóig, ahol szintén a járdának hasonló problémái vannak, akkor azt is hozzárendeltük ehhez a munkához, valamint a buszmegállónak a szegélyét és a burkolatát is javítjuk. Tehát egy viszonylag hosszabb munkaterület, ez elsősorban a gyalogos közlekedést érinti, és hát ugye lebontjuk a régi aszfaltburkolatot, és egy teljesen új aszfaltburkolat fog készülni. Várni kellett erre, hiszen az időjárás miatt, ugye azt tudni kell, hogy télen az aszfaltkeverőgépek leállnak, télen csak prompt jellegű aszfaltozások vannak, javarészt hideg aszfalttal, meg kell várni, még újból beindul, hiszen az útépítés az a nyári időszak, a jó időnek az évszaka. A polgármester továbbra is várja a győriek bejelentéseit arról, hol és mit kéne kijavítani, felújítani, vagy egyszerűen csak rendbe tenni. Pénteken új sorozatot is indít a városvezető, melynek keretében képviselőkkel közösen járja végig az egyes körzeteket. Úgy döntöttünk, hogy a képviselőkkel minden egyes körzetet végigjárunk, és előtte a Facebookon ott mindenki elmondhatja, hogy mit javasol, mit nézzünk meg, és miket kéne megoldani, illetve hát várjuk a megoldási javaslatokat is. Nyilvánvalóan ez egy nagyon nagy problématérképet fog eredményezni Győr városában, de nagyon jó, hogyha tudunk a problémákról. És hát a Covid járvány idejében, hogy el szoktam mondani mindig minden egyes interjúban, hogy nagyon sok pénz kiesett a kasszából, de amit tudunk, megcsináljuk, mint például most ezt a járdaszakaszt is, ez egy 180 méter hosszú járdaszakasz egyébként, és egy problématérképpel aztán a tervezhetőségét is szeretném az egésznek bevezetni, úgyhogy ne adhok jelleggel, akinek éppen valami eszébe jut, hanem minden képviselőnek legyen olyan problématérképe, amit hogyha valahonnan mégiscsak tudunk valami pályázatot, vagy valamilyen pénz van a láthatáron, akkor már tudjuk azt, hogy mire kell pénz, és mekkora összeg kell rá. A probléma feltáró sorozat, ami a polgármesteri vizit terepen címet viseli, dr. Dézsi Csaba András Facebook oldalán lesz látható, hetente két alkalommal, de híradónk is folyamatosan beszámol majd a körzet bejárások legfontosabb momentumairól.